Békasi Csaba ugye grafikus művész volt, és vele hát jó pár évet együtt töltöttem Mezőtúron a művésztelepen. Egy hihetetlen, fantasztikus grafikusnak is tartom, de mint embert pedig még igazából megismertem közelről. És hát halála után az volt az elképzelésem, hogy az ő emlékére csinálok valami olyan kis plasztikát, amelyik valahogy lefedi azt az én ismeretemet róla, személyéről. És elkértem az ő saját maga legyártott, elkészített grafikai metsző eszközeit, ahol ő maga készítette el a nyelét ennek az eszköznek, a késeket ő készítette el hozzá, és akkor erről én vettem egy negatív formát, és utána ezt elkészítettem viaszba. És a viasz öntvényből született ez a bronz, ami most nyers állapotában látható itt, és töröm a fejem rajta, hogy most őt mennyire a grafikus énjét próbáljam kifejezni a cizellált munkába, vagy pedig azt, amelyeket én magamban szeretnék. És ezért aztán először mindenképpen le kell takarítani a felületet, de mivel ugye öntvényhibák azért keletkeznek rajta, ez lehet látni, ez különböző problémából adódik, ami független én tőlem, de ezt nekünk meg kell tudni cizellálni, és le kell takarítani róla. Úgyhogy először durván kell, utána pedig kézi módon kell letakarítani, és persze hangsúlyokat kell létrehozni, ritmusok képződnek, és ugye ez még egy kőposztamestre is akarom majd fölépíteni és fölrakni, azt még nincs is előttem pontosan, hogy csak a fejemben, hogy körülbelül milyen követ fogok majd kikeresni itt a kis gyűjteményemből. Tanítással kezdtem az életem, képzőnszeti egyetem, vagy főiskola volt annak idején, ma már egyetem, ahova jártunk valamikor, és én is a felsőoktatásba ugye kezdtem a tanítást, tanársegédként és aztán úgy docensként fejeztem be, amikor jött az lehetőség, hogy meg lehetne csinálni az országban negyedikként egy művészeti középiskolát. És én örömmel elvállaltam azért, mert hogy sajnos a főiskolán rajztanszéken, ugye mi rajztanárokat képeztünk, és a rajztanároknál én mindig a 4 évi munka után sajnos ezt láttam, hogy úgy fogalmaztam abban az időben mindig, hogy félszemű, féllábú, félkezű rajztanárokat tudok csak kiengedni, ha én belepusztulok a munkába, nem tudok többet nekik adni, mert mikor megkérdeztem a felvett diákokat, akik már érettségi után jöttek oda, és szeptemberben, mikor leültettem a rajzterembe őket, és akkor mindenkitől azt kérdeztem, hogy most pedig mondja el, hogy milyen iskolából jött, ki tanította, és mikor rajzolt utoljára. Ez volt a legszörnyűbb kérdés, utólag most már belátva. Akkor minden diák 99%-ba lehajtotta a fejét, és nézte a lábát. Annyira szégyelte, röstelte, hogy utoljára 7.-8.-ba rajzoltam. Tehát kiesett olyan 4 év az életéből, ahol pedig a legfogékonyabb a 14-18 év, 19 év közötti kor, és rájöttem arra, hogy ezért én nem tudok jó rajztanárokat képezni, és elvállaltam, hogy legyen művészeti szakközépiskola a Nyíregyházán is, mert volt ugye Szegeden, Pécset, Budapesten, és mi lettünk a 4. Nyíregyházán. És hát nem bántam meg, hogy ott hagytam, pedig sokan mondták, hogy itt hagyni egy felsőfokú intézményt, és én soha nem bántam meg, mert ezekkel a 14-18 éves korosztállyal sokkal-sokkal jobb eredményt tudtunk elérni, mint a 20-valahány éves főiskolás korosztállyal. Hát, nagyon sok élményem. 42 évet tanítottam. És közben
megcsináltam azt a sok őrült munkát is magam örömére, kedvére. Sokszor én is megkérdeztem, mikor a könyv elkészült Marival, hogy mondom, te Mari, én nekem olyan kérdésem van, hogy mikor csináltam én ezt a sok munkát meg? Mondom, soha egy hónapot nem hiányoztam. Tehát egyszer volt egy műtétem, a perforálódott a vakbél, mindegy orvosi műhibát követtek el, és akkor lett hasártya, 32 évesen, ez volt a ilyen kemény, kegyetlen időszak, akkor a főiskolán tanítottam. De a nyaram ráment, de ősszel már elkezdtem tanítani, tehát nem hagytam ki egy hónapot sem, mondom. Nagyjából olyan 50-60 köztéri szobrom létezik az országban, és Nyíregyházán is ezt én is magam, mikor ezt megnéztem, nem akartam hinni, hogy 16 vagy 14 darab munkám létezik, amit ma is örömmel vállalok és szeretem, mert a Veselényi szobortól kezdve a Széchenyiig, ugye az intézménynek a bejárata előtt találhatóak ezek például, de rengeteg utcatáblától kezdve sok minden dombormi portréket csinálhattam, és ezek természetesen nem a nyári időszakra estek, hanem az évközi munkába. És azokat igen, valamikor esténként, meg éjszakában nyúló időben voltam kénytelen csinálni, de én ezt mondom, ezt nem tartottam soha olyan fajta alkotói munkának, mint amikor a magam örömére, a magam elvárása szerint, és senki nem kért meg, mert ez nekünk belülről, tehát én nekem is belülről jövő igényem volt az, hogy ugye most fogunk szerepelni itt meg ott, oda be kell adni, akkor azt én döntöm el, hogy mivel akarok ott szerepelni, mi legyen ott, mert tudom, hogy a mindenki a legjobb munkáját, az akkor készült legjobb munkáját akarja odahozni, és nekem is méltó módon azt kell oda vinni. És ez vitt mindig előre, tehát ez mindig előrébb vitte az embernek a tevékenységét, mert ebbe is lehet fejlődni, egyértelmű. ...2007 volt azt hiszem az utolsó, amit meg tudtunk csinálni, ilyen egyhetes művésztelepet és egy záró kiállítással, de utána jött az átrendeződés, amikor a sóstói vadaspark, ugye, hát az ő területén voltunk, a város felajánlott egy területet helyébe, de az nekünk egy csupasz terület volt, tehát ott kellett volna valami módon elindítani, de én már akkor belefáradtam egy kicsit ebbe, hogy ott még egy épületet kelljen valahogy is nulláról elindítani, ezt már én sem vállaltam, mivel amit említettem, a mezőtúri művésztelep viszont létezett. Ott egy komplett 5 szobával 20 embert el tud helyezni egy 1 hektáros területen, egy vízparton hasonló, mint itt. Az működik most is. És a Nyíregyházi viszont a Pangea Hotel került a művésztelep helyére, tulajdonképpen az épült oda meg, és így aztán itt Nyíregyházán a művésztelep, mint olyan, az megszűnt. De, ami nagyon-nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ez a gyűjtemény, ami itt létezik a Városi Galériában, az ugye fönt van az emeleten, egy raktárban szépen el van tárolva, több ezer érem és kis plasztika van itt elhelyezve. Ez egy nemzetközi gyűjtemény, ami itt készült Nyíregyházán, és ennek a bemutatását elkezdtem egyik évbe, hogy legalább valahogy mutassuk be a város lakosságának, hogy létezik egy csoda, egy nagyon nagy érték. Ez egy fantasztikus, ez szinte nem tudja csak a szakmai közösség fölmérni, hogy ez mekkora érték lesz még akár 20 év, 30 év múlva. És ezért én váltig azon vagyok, hogy ennek mindenképp kell építeni egy bemutató termet, egy hatalmas gyűjtemény számára, mert ez Közép-Európában az egyik legjelentősebb gyűjtemény. A másik, hogy a saját munkánk is nagy részben nem itthon van,
hanem ezekbe a művésztelepeknek a gyűjteményébe. Nekem a mezőtúri művésztelep gyűjteményébe, de Editnek is külön-külön legalább 40-40 munkánk, és lehet, hogy a legjelentősebbek ott vannak. Vagy a nyíregyházi gyűjtemény, ugye egyik a József András Múzeumban létezik, a másik a Városi Galériában létezik. Ezek festmények, grafikák, kisplasztikák, érmek, stb. És ezek is, hát időnként be szokták mutatni, vagy válogatnak belőle. Igazából nagyon jó lenne, hogyha ennek is lenne valahol egy állandó bemutató helye. Sajnos Nyíregyháza ilyen szempontból nagyon-nagyon rossz lehetőségekkel bír, hogy nincs megfelelő kiállító tér. Sajnos. Ezt tudomásul kell venni. A múzeum nem alkalmas erre, mert ugye ő egy más, ha bár még ott a legjobb a lehetőség. A művelődési házba igazán bent alkalmatlan, ott az a fönti tér az csak szükségből lett. A Városi Galéria kis termekből áll, mert most augusztus 9-ével, vagy hogy sikerült megoldani, hogy Edittel lesz egy ilyen 70+7 nevű kiállítást rendezünk közösen, úgy, hogy együtt megkapjuk a párgyulatermet és a Városi Galéria összes termét. De ide is csak egy nagyon szűk válogatást tudunk bemutatni. Tehát életmű anyagot, ami esetleg több százból kellene kiválogatni azt, ami befér, azt nem tudjuk bemutatni sajnos. Tehát ez egy elég nehéz dolog, pedig az lenne az igazi, hogyha ezt láthatná a közönség, vagy be tudnánk mi is mutatni. Úgyhogy ezért a gyűjteményünk, tehát a gyűjtemények ilyen szempontból nagyon jók, hogy a művésztelepeknek van egy saját gyűjteménye. Hát a mezőtúri gyűjteményt most értékeltük föl tavaly évben. Ennek van egy hivatalos ár, mindig ugye változik természetesen, ahogy változik a pénz forgalmi értéke, ott eléri az 1 milliárdot. Én egy reneszánsz embernek tartom magam, nem a reneszánsz irányába, hanem hogy nagyon imádtam és nagyon szerettem, mikor tanultuk a művészettörténetbe, hogy a reneszánsz ember az olyan volt, hogy érdekelte minden. És ez az érdeklődési köröm, ez kétségtelen, hogy ez ma is megvan, valahogy nagyon jól éltet és megtart, hogy még mindig minden olyan dolog izgat és érdekel, ami sokakba egyszerűen hát ilyen meglepetésként hat, hogyha én elmondom, hogy én mi minden dologgal foglalkozom, és mi minden dolog izgat, és sokszor inkább az, hogy már tudom, hogy nem mindenre van lehetőségem megvalósítani, és ezért aztán most már arra kell szorítkozni, hogy megpróbáljam magamat kordába tartani, hogy most akkor erre van lehetőségem, akkor ezt azért még meg tudom csinálni, azt már nem tudom megcsinálni. Meg vannak elvárások még, most is, ami még nem publikus, nem mondhatom el igazából, de egy 3 éve dolgozom egy olyan programon, ami ha megvalósul, akkor azt mondom, életem egyik dolga születne meg.